Az utóbbi napokban már sok kőbányai is személyesen szemügyre vehette a felújított hármas metrószakaszt, mégis érdemes fölidézni a BKV vezérigazgatójának, Bolla Tibornak az összegzését arról, ami a felújításból az utazó közönség számára nem annyira látható. Nagy alkalom és nagy esemény is ez a BKV életében, hogy itt állhatunk önök előtt, és a hármas metró felújításának második harmadához értünk. Mit is jelent ez a mi életünkben? Ugye a hármas metró nagyon sokszor el lett mondva a Budapest és az egész Magyarország vasúti forgalmának a legnagyobb utas számát szállítja, naponta 500 000 embert. Az összes metró forgalomunk, ami van, az naponta 1 000 000 ember használja. És ahol itt állunk, ez a metró szakasz 1975-ben kezdett épülni, tehát 45 évnek megfelelő technika volt, amelyet elkezdett a BKV felújítani. Az első szakasz befejeződött ugye az északi szakasszal, és ez a szakasz a mai nappal zárul. Nem teljes mértékig, tehát lesznek még olyan munkák, amelyek nem voltak még ezen napra tervezve, befejezve, mint például a teljes akadálymentesítés, amelyben további munkákat fogunk végezni, viszont ez az utasforgalmat egyáltalán nem fogja zavarni. 2019 tavaszán indult a déli szakasznak a felújítása, és nagyon sokan azt gondolták, hogy határidőre nem sikerül befejezni, és bevallom, hogy sok akadály volt, kettőt csak kiemeljek belőle. 2 hónappal a felújítás megkezdése után azbesztet találtak a kivitelezők a állomásokon. Ez az azbeszt ugye egy különösen veszélyes anyag, speciális technikával kellett elhárítani, amelyen mind a kivitelezők, mind a BKV megbirkózott. Majd 2020 tavaszán sajnos elérte Magyarországot is a Covid-járvány, tehát Covid idején kellett ugyanúgy megoldani a szállításokat és a munkálatokat, amikor gyakorlatilag Budapest majdnem hogy zárva volt. Ez is nehezítette a munkánkat, de azt kell mondanom, és hogy határidőre minden olyan munka, amely terve volt véve elkezdődött, elvégződött, és teljes nyugalommal vehetik ma délutántól az utasok a hármas metró déli szakaszát birtokba. Picit számokban hagy mondjak egy pár dolgot, hogy mi is történt itt. Az utasok leginkább az utas teret fogják látni, ez teljes mértékig megújult. Itt nagyjából 14 000 négyzetméter burkolatot rakott le a BKV és annaknak az alválkozói, de nem ez volt a fő munka, nem ez volt a legnagyobb munka, hanem az, ami az utastéren, utasterületen kívül van. Megújult a teljes pályahálózat, egy sokkal biztonságosabb, sokkal csendesebb pályát fognak tapasztalni az utasok. Megújult a teljes villamos energiahálózat, mind az erős áram, mind a gyengáram, csak hogy szemléltessem a mértékeket, gyengáramú kábelbe 55 kilométer lett beépítve, erős áramú kábelbe pedig 355 kilométert fektettek le. Ezt ha összeadjuk, akkor azt látjuk, hogy oda-vissza kétszer elérne a Balatonig és vissza. De ezen kívül, ami nagyon fontos, megújult a biztonsági berendezések, megújultak a tűzjelző berendezések, megújultak azok a berendezések, amik tűz esetén életbe lépnek, tehát egy teljes technikai megújuláson esett át a hármas metró. Azt gondolom, hogy ha szót kaptam, akkor köszönet illeti meg azokat, akik ebben részt vettek, és én elsősorban hagy köszönjem meg Magyarország kormányának és Budapest főváros önkormányzatának, hogy biztosították azt a lehetőséget, azokat a pénzügyi forrásokat, hogy ezt a metrót felújíthatjuk. Az átadott szakasz felújítása kerekítve 58 milliárd forintba került, és Budapest főpolgármestere Karácsony Gergely a finanszírozásért az Európai Uniónak és a magyar kormánynak mondott köszönetet. A türelemért pedig az utasokat illette köszönet. Hozzátéve, hogy a neheze
a középső szakasz felújítása még hátra van. A beszédben a jövőre is kitekintett a főpolgármester. Vezérigazgató úr már elmondta, a 3-as metró Magyarország legforgalmasabb közösségi közlekedési infrastruktúrája, ezért az, hogy ez a metró a 21. századi elvárásoknak megfelelően szolgálja az utazó közönséget, ez nem csak egyszerűen a BKV ügye, nem csak egyszerűen a főváros ügye, ez egy nemzeti ügy. Ennek megfelelően egy széleskörű együttműködés az, ami lehetővé tette azt, hogy most itt állunk. A közhatalmat gyakorló politikusoknak alapvetően két kihívással kell szembenézniük. Az egyik az, hogy sokszor, amit elkezdenek, azt valaki más kell, hogy befejezze. A másik kihívás pedig az, hogy amikor elkezdik a munkájukat, akkor nagyon sok mindent megörökölnek, korábbi döntéseket, amelyek kijelölik a jövő útját. És ezek között a döntések között sok olyan van, amit az ember szívesen vesz, hiszen ő maga is ezeket hozta volna, de vannak olyanok, amelyek kapcsán felmerülnek kérdések. Ez a nap nem azonban az a nap, amikor a kérdéseket tesszük föl, hanem amikor örülünk a közös sikernek. Ezért én tulajdonképpen egy hosszú köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy most a budapestiek és a magyar polgárok, illetve mindenki, aki ebben a városban közlekedik, egy kicsit úgy érezheti, hogy léptünk egyet a 21. század irányába. Szeretném önöknek elmondani, hogy erre a mai ünnepélyes alkalomra én személyesen hívtam meg a magyar kormány képviselőit, illetve Tarlós István főpolgármester urat is. Főpolgármester úr egy vidéki útja miatt nem tud itt lenni, de megkért arra, hogy mindenki szeretettel üdvözöljek, és hogy kifejezze ő is a köszönetét és az örömét, hogy ezt a beruházást, legalábbis egy fontos szakaszát most át tudjuk adni. Szeretném megköszönni én is a finanszírozást elsősorban az Európai Uniónak és a magyar kormánynak. Szeretném megköszönni a munkát, amelyet a BKV vezetése végzett azért, hogy most itt lehessünk, és azokat a kollégákat, akik nem csak az előző városvezetés, hanem a mostani városvezetés bizalmát is megkapták azzal a kiváló szakmai munkával, amely ilyen lapminap szolgálják a budapestieket, és például ennek a beruházásnak a sikerét is. Szeretném megköszönni a tervezőknek, egy érdekes, számukra fontos momentum, hogy Budapest jelenlegi főépítésze is ott volt a tervezők között. Szeretném megköszönni a kivitelezőknek, és szeretném megköszönni, és talán ez a legfontosabb, a budapestieknek azt a türelmet, amely lehetővé tette azt, hogy ez a beruházás megvalósuljon. Azt a türelmet, amit az elmúlt években, évtizedekben tanúsítottak, hiszen ez a beruházás, illetve a 3-as metró teljes komplex felújítása azt gondolom, hogy már rég megérett, de persze jobb késő, mint soha. És azt a türelmet is, amit maga a felújítás kapcsán kellett tanúsítaniuk, és megmondom őszintén, hogy újabb türelmet szeretnénk tőlük kérni, hiszen bizonyos szempontból a nehezet csak most jön, hiszen a középső szakasz felújítása alaposan fogja forgatni a város életét. De éppen amikor látjuk azt, hogy mennyire hiányzik nekünk a metró, amikor éppen nem tudjuk használni, éppen ez mutatja azt, hogy milyen nagy szükségünk van arra, hogy ezt a vonalat megújítsuk, és hogy olyanná tegyük, amilyen egy 21. századi várostól elvárható. Úgyhogy köszönöm a budapestieknek a türelmüket, és szeretnék tőlük újabb türelmet kérni az elkövetkező időszakban. Egy olyan korban élünk, amikor a járvány és a járvány kapcsán kialakuló gazdasági válság egy csomó mindent megkérdőjelez abból, ahogy eddig éltünk. De azt gondolom, hogy az, hogy a jövő útja a városokban is a zöld és fenntartható várospolitikai irányokat kell, hogy kövesse, ez azt gondolom, hogy nem kérdéssé vált, hanem sokkal erősebb állítással, mint korábban gondoltuk. Ez zöld élhető város pedig nem képzelhető el jó közösségi közlekedés nélkül, és a főváros új vezetése elkötelezett abban, hogy további fejlesztéseket valósítsunk meg Budapesten a közösségi közlekedés területén. Ezeknek egy része egyébként már elindult, és összefügg a metró felújítással, hiszen például a pesti fonódó villamoshálózat első lépése, a Hallerdától megépítése éppen azt szolgálja, hogy a metró kieső kapacitását a lehető legtöbb eszközzel tudjuk pótolni. De éppen ezért az előző városvezetés jó politikáját ebben a területen továbbíve erősen küzdünk azért, hogy azokat a járműbeszerzési lehetőségeket, amelyekre a fővárosnak érvényes szerződése van, ezeket érvényesíteni tudjuk. Például a trolihálózat fejlesztése érdekében kérjük a kormány további együttműködését,
hiszen hogyha a főváros be tudná szerezni azokat a korszerű trolikat, amelyek a budapestiek számára már jól ismerősek, a trolihálózat bővítése is segítene abban, hogy a középső szakasz felújítása kapcsán meglévő kapacitás hiányt valahogy pótolni tudjuk, és természetesen szeretnénk a elsősorban a pesti oldal villamos hálózatát is fejleszteni. Ehhez is egyébként kiváló lehetőségeink vannak jármű beszerzése kapcsán, itt is a kormány együttműködését szeretnénk elérni. És persze azt is tudjuk, hogy a hármas metró felújítása kapcsán is van még sok teendőnk, hiszen az akadálymentesítési program még folyamatban van, és tudjuk azt, hogy a középső szakasz kapcsán még vannak vitás kérdések, amelyeket tisztáznunk kell. Tehát a jövő, ami előttünk áll, még sok kérdést felvet, de ma örüljünk annak, hogy egy nagyon fontos lépést tettünk annak érdekében, hogy a hármas metró az igazi 21. századi szolgáltatása legyen minden budapestinek és minden itt járónak. A déli szakasz tehát már használható, állítólag zavartalanul, azzal együtt, hogy az utolsó simítások egy része még hátra van.